Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A hagyományoknak megfelelően államalapító Szent Királyunk István ünnepén, augusztus 20-án az önkormányzat díszközgyűlésén átadták Székesfehérvár város legrangosabb elismeréseit. Természetesen a tiszteletbeli polgár, a díszpolgár és a pro civitate díjakról beszélek. A következőkben természetesen a díjazottakkal fogunk beszélgetni. Első vendégem László István, Pro Civitate díjas, tisztelettel köszöntelek, a Vállalkozók Országos Szövetsége Fejér megyei szervezetének elnöke. Örülök, hogy itt vagy velünk, és gratulálok mindnyájunk nevében. Köszönöm szépen. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is jelent ez a díj, ahhoz meg kell ismernünk az életutat, az indítatást, hiszen egy olyan időszakban kezdted a választott hivatásodban a munkát, vállalkozóként, amikor még jócskán a rendszerváltás előtt jártunk, és jóval nehezebb volt a helyzet, mint mostanság a fiatal ifjú vállalkozóknak. Több okból is erről majd szót ejtünk. Tehát 1983. szeptember 30-át írtunk. Igen. Soha nem felejtem, akkor már az Árpád iskolába tanítottam, és nekem mindig voltak céljaim. Az egyik ilyen, hogy legyek akkor még kisiparos. De ez a kisiparosság az kellett, hogy az akkor igazgatom, Kovács Mihály címzetes igazgató úr engedélyt adjon arra, hogy a MIM rendelet értelmében én taníthassak. A tanítás mellett meg vállalkozhassak. És akkor volt rendeletnek egy olyan pontja, ami egymást ütötte. Tehát azon a szakmában nem lehet vállalkozni. Hát akkor mi nem vállalkozás volt, hanem kisipar. És fél évig körülbelül győzködtük egymást, mire kiderült, hogy én a villanyszerelőiparba szeretnék vállalkozni, de ugyanakkor volt a villamos szakmának öt része, ahol nagyvasúti villamos járműszerelő szakmában tanítottam. És ez meggyőzte az igazgatót, és engedélyezte azt, hogy én 83. szeptember 30-án kiváltsam a kisipart. Ez ugye hozzátartozik, hogy kandós voltál, kandokán. Igen, 79-ben végeztem a kandokán villamos és műszaki főiskolát erős áron szakon. Én gyakorlatilag minden feltétel adban volt, hogy ilyen. Tehát úgy nőttél fel, kérdezem én pontosan ezért, hogy a, ilyen értelemben a reáltárgyak érdekeltek? Tehát a gyakorlati része ennek a történetnek? Igen, én úgy nőttem föl, hogy amikor 72-ben végeztem itt Székesfehérváron az Ibli Miklós iskolába, szakközépiskolába, ami nagyon jó iskola volt, akkor édesapám oda vitt a magyar államvasutakhoz Székesfehérváron egy új szakmába, nagyvasúti villamos járműszerelő szakmába, gondolom azért, hogy a gyerek szem előtt legyen. És négy évig voltam ott, és a négy év alatt egy teljesen más szakma, mert én általános villanyszerelő szakon végeztem, ott mindent elértem, amit csak akartam. Tehát ez egy jó tanuló pénz volt. Ez jó tanuló pénz volt, ami ifjú szakmunkás, szakmai ifjú mestere, kiváló dolgozó, minden voltam. Tehát ha az embernek nincsenek céljai, vágyai, akkor ezt nem tudja megcsinálni. Ugye, tehát tulajdonképpen lehetett volna egy olyan pályaévet, hogy csak tanítasz, aztán otthon megcsinálod, amit kell. Igen. De mi hozta a gondolatot, az ötletet, hogy kisiparos légy? Az ötletet az hozta, hogy én a főiskolát is levelezőn végeztem, mert nem engedettük meg magunknak azt, hogy egy kereset volt abban az időben, édesapám dolgozott, édesanyám az otthon volt, és ezért választottam azt, hogy levelezőn végeztem, tehát amikor egy héten, három napot, ugye szerda, csütörtök, péntek följártam a kandóba, a Nagyszombat utcába, közben meg dolgoztam. Tehát önfenntartó voltam, nem szorultam rá a segítségre, és gyakorlatilag ezzel, hogy ezt elvégeztem, a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy abban az időben nem volt ilyen lakáshitel a pedagógusoknak. Ez azt jelenti? És ez azt jelenti, hogy 81-ben mi azért csak kaptunk egy használati lakást, és azért 100.000 forintot körül befizetni. Tehát valamit kellett csinálni ahhoz, hogy pénzt szerezzek hozzá. Igen, hát az emberek többsége az nem is gondolná, hogy 100.000 forint sok pénz volt a 80-as évek elején. Bizony. Sok pénz volt. És a végső cél meg az volt, hogy amikor megkerestek Budapestől, akkor számlát kellett ma adni. Őrsvezérten csináltunk egy butikot, nem is másnak, mint a Wikman Tamásnak, aki akkor veszett el 82 moszkvai olimpián, hogy utolsó lett 1000 méteren, igen, és ugye pont feladta, igen, feladta, a Tamás. Így van, és pont olimpiai érme nem volt neki,
És akkor megkeresett, hogy hogy nem tudom, és akkor mondta, hogy megcsináltam a villanyt, de nekem neki számla kell. Hát ez volt az, amikor bementem a kioszba, ugye a Zsuzsanna forrás nem volt a kiosz, és akkor azt kérdezte ott a hölgy, hogy milyen végzettségem van, mondom, hogy Kandókán villamosöpről műszaki főiskola, azt mondja, nem azt kérdeztem, van-e mestervizsgája. Tehát akkor még a mestervizsga erősebb volt, mint a főiskola az iparban. Igen. És akkor 84 leves mestervizsgáztam. Igen, azt néztem, hogy utána pedig a mestervizsgát igen, követte. Igen. Tehát ez gyakorlatilag elvárás volt. Igen. Hogy épült fel a vállalkozás? Egyik oldalról ugyanis egy kezdővállalkozásnál az a bizalom a legfontosabb, a másik, mert hogy szájról szájra adták igen. akkor az emberek, tehát igen. akkor nem volt olyan marketing, mint mostanság. Most, igen, igen. Hanem szájról szájra adták, ha azt mondták, hogy valaki villamosságban otthon van, kiváló szakember, akkor biztos volt a jövője. Kicsit hát így. Igen. Azért Székesfehérváron indulni egy sárkeresztúri gyereknek nem volt egyszerű dolog, mert itt voltak azért olyan villanyszerelők, akire főnéztek az emberek, és akinek volt neve a városba. És mivel a miénk az családi vállalkozás, a feleségem volt az én segítőm, tudnék, van két gyerekem, aki abban az időben beteges volt. Tehát egyik se bírta az óvodát, a bölcsödét, tehát valahogy meg kell oldanunk azt, hogy otthon legyen, a két gyereket nevelje, és közben meg valamit ki kellett neki találni, hogy az pénzt is keressünk. Tehát én a saját feleségem megtanítottam villanymotorokat tekercselni, ami nagyon egyszerű volt, sokan nem hiszik el, de sajnos ez volt akkor, és szétszedtem neki a mosógépeket, a centrifugákat, és amikor hazamentem, ő berakta szépen az előre legyártott tekercseket. Én meg csak megköröttem a tekercseket. Tehát az első időszak az nehéz volt. Az jellemző, nehéz. Hiszen ha nézem a pályádat, hogy 88-ban jutottál el addig, hogy alkalmazottad lehessen. Igen. Tehát érdekes volt, hogy a saját tanítványom volt az első alkalom, hogy munkát keresett. Nem úgy volt, mint most, ugye, hanem munkát keresett, és mondtam, Laci, semmi gond, mondtam, már be lehet állni, és akkor másnap már ott volt nálunk, és a garázs volt az első műhelyünk, ami ott volt a Fecskeparti lakásunk alatt. Innét már csak egy esztendő a rendszerváltás. Ez mennyit segített, hogy kinyílt a piac? Azt hiszem, hogy a jó szakembereketnek nagyon sokat. Bár ez változó. Hát, hogy kinyílt a piac, én nagyon szerencsés voltam. Én bekerültem a Videótóhoz, és 93-ban bekerültem az IBM-es programba. Ugye IBM-et építettünk Székesfehérváron egészen 2000-ig, és IBM-et építettünk Veszprémbe, ugyanúgy párzamosan a Videótonnal. És az nekünk az egy nagyon nagy előrelépés volt. Én emlékszem, amikor az első munkát elvállaltuk, egy 4800 négyzetméteres szocrészt csináltunk a IBM-nél, és gyakorlatilag azt kellett megfinanszírozni, ami még akkor nem volt annyi tőkénk. Két hétig nem aludtam, mert hogy fogom előteremteni azt a pénzt. De viszont ez egy komoly szakmai referencia volt. Az egy komoly szakmai referencia volt, nagyon sokat tanultunk, akkor jöttek be frekvenciaváltók, nagyon sok technikai feltétel adott volt, tűzjelző, riasztórendszer, tehát széles volt a skála. Tehát ahogy itt nézegettem, hogy villamos hálózatok, vagyonvédelmi, tűzjelző, világítás igen. technika, és akkor jött 97, most lépünk egyet az időben, hiszen akkor lett KFT, és ennek 20 esztendeje pontosan. Így van. És két ott már jön a szárnyalási időszak, hiszen én már személyesen is megtapasztaltam, és talán beszéltünk is akkoriban erről, hiszen jött a Hímerház, az Árpád-fürdő, a Hotel Magyar Király, tehát azok az épületek, azok a frekventált épületek, amelyek kívül belül feldobják a várost, én azt mondom, hogy a város díszei. És igen. az rang azt csinálni, rang volt ez? Ez nagy rang volt, főleg, hogyha bejött az ember Székesfehérvárra a Budai úton, és akkor egyből látta az első szép munkát, a Peugeot szalont. Autószalonokban akkor nagyon sokat csináltunk. Hát akkor sláger volt, ugye, hogy mindenki autókereskedő indított abba az időbe. Nagyon nagy kurizom volt ezek a régi épületek, ugye, amit meg tudtunk csinálni, és megnyertük a versenyt, hogy ebben részt vegyünk. Nagyon jó voltak azok a szalonok, ami nem az autószalon, hanem más szalonok voltak, vagy bankok, amit felújítottunk. Tehát a nagyjából repertoár szép lassan szélesedett, kinyílott elénk. Igen, mert az emberek többsége pénzben méri a sikert. Nem vitás, hogy ezeket nyilván megfizették, ez így van rendjén. Ugyanakkor korán sem mindegy, hogy ha egy szakember elmegy egy épülete előtt, akkor valamilyen szinten rámutat, hogy ez az enyém. Vagy én csináltam. Hogy én csináltam, igen, hát ez meg a másik. Tehát igen. azért jó gyönyörködni bennük kívül belül természetesen. Mikor jött a vállalkozó?
Országos Szövetségének az egyáltalán a kapcsolatteremtés? 11 év ezelőtt jött a VOSZ nekem, akkor a régi elnöknek voltam a társelnöke, tehát 9 évig voltam társelnök. Azért azt megemlíteném, én közben ugye 42 éve tanítok, most már igaz, hogy nem a nappalisokat, hanem a felnőtteket. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy 34 éve mióta vállalkozó vagyok, azóta kamarai tag is vagyok. És a kamaránál is voltak sikerém azért. Igen, hát sok minden. Az év vállalkozója díja 2008-ban, életműdíj 2009-ben, igen. És ráadásul azért most már, hogy felnőttek a gyerekek, tehát azért igen. Majd Zoltán fiadról essék szó. Igen, 2008-ban én is kaptam év vállalkozói díjat, és mivel Zoltán 2008. október 31-én átadtuk neki a cég irányítását egy az egybe, tehát teljes felelőssége. Igaz, hogy ezt úgy csináltuk meg, hogy a feleségem viszi a gazdasági részt, én továbbra is ott vagyok ugye a Zoltán mögött, de nem szólok bele, de mindent megbeszélünk, mert ez így van rendjén. És gyakorlatilag hármunknak van aláírási joga, és gyakorlatilag a Zoli az egyedül viszi az egész céget, úgyhogy éppen ezért 2015-ben ő is kapott egy országos évvállalkozói címet. Az, hogy Zoltán villamosmérnök lett, az természetes volt? Vonzódott, kötődött a szakmához? Érdekes a szakmaválasztás. Amikor 8-as volt, akkor meg 7-es, akkor én vittem magam mindig az IBM-be. És így elég ott dolgozgatott az emberek között. És nem volt kérdés az, hogy mi lesz az én fiamból villanyszerelő. És abból lett a villamosmérnök. Büszke vagy rá? Büszke. Lehetsz is. Büszke vagyok rá, megcsináltam mestervizsgát is, és gyakorlatilag nagyon sokat tervez most már. Elismert tervezőt Fehérváron, úgyhogy... A VOSZ, tehát a Vállalkozók Országos Szövetsége, illetve a Fehér megyei Kereskedelmi és Iparkamra szorosan összetartozik, más a feladat, de azt hiszem, hogy a fenntartható fejlődés záloga. Igen. És ugye társadalmi megbízatásban végezted. A VOSZ felelősségteljes munkája az hogyan tud kapcsolódni a mindennapi fejlődéshez? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a vállalkozók voltak kényszervállalkozások, és akik a maguk útját járták, az elsődleges mindig a vállalkozások segítése. Ez jószerivel én azt mondom, hogy teljes ember kívánt. Ehhez képest nagyon is jól tudom, hogy a saját munkád mellett társadalmi megbízatásban csináltátok ezt. Igen. Közmegelégítésre teszem hozzá. Hát akkor én egy kicsit hátrább mennék, volt rendszerváltás, utána vállalkozástant is tanítottam, és azok az emberek, akinek akkor megszűnt a munkahelyük, nagyon sok átképzésen vettem részt, és rájöttem arra, hogy ezek az emberek nagyon keveset tudnak arról, hogy mi jár nekik, vagy mi járt volna abba az időbe. És a vállalkozásnál mindig kihangsúlyoztam, amikor ezt tanítottam, hogy ahhoz, hogy valaki jó vállalkozó legyen, két fontos dolog kell, az ismeretség és a pénz. Hiába van pénze, valaki nincs ismeretsége, vagy kapcsolatrendszere. Hiába van kapcsolatrendszere, nem tudja megfinanszírozni. Ez már csak egy ember kell, aki ezt a kettőt össze tudja kapcsolni, és elhiszi azt, hogy a vállalkozásnak ebből bevétele van, akkor az nem az övé, hanem a vállalkozásé. És itt buktak sokan a rendszerváltozásnál, hogy azt hitték, hogy már jött egy kis pénz, akkor na most veszünk autót, ezt meg azt, holott az elsőleges lett volna, hogy kifizessék a beszállítói számlákat. Roppantva, és itt sokat buktak. Átérve a kérdésre, a mai gyerekeknek én úgy látom, hogy igaz, hogy nekünk se volt könnyű, de volt életcélunk, legalábbis nekem mindig volt. A mai gyerekeket elvitte félre az elektronika meg a internet. Tehát én azt látom, hogy megszűntek a közösségek, ahol jókat tudtunk beszélgetni, elmondtunk én mit csinálok, te mit csinálsz, ő mit csinál, és próbálom a vosztalokat és a főleg a fiatalokat segítve azért megszólítani, hogy tudjanak beszélni, hogy egymás között beszélgessünk, hogy te mit csinálsz, miben tudnánk segíteni, hogy kéne segíteni. És vannak olyan gyerek, aki leül a számítógép elé, ugye Mama Hotel program, ugye ismerjük nagyon jól, hogy nem vagy éhes kisfiam, nem vagy szomjas kisfiam, és fős jár a géptől egész nap. Ez valahogy egy kicsit félrevitte ezt a... Miért? Még visszatérve egy kicsit, de... igen, nagyon a tegnap Basa István volt a vendégem, a 70. születésnapja okán beszélgettünk, és azt ő is erről beszélt, hogy a
rendszerváltás utáni nehéz időszakban, amikor nagy volt a munkanélküliség, gyárak szűntek meg, és elindult jó néhány vállalkozás, és a kezdeti sikerekben nagyon sokan belebuktak, mert azt gondolták, hogy a bevétel az profit, és nem fejlődtek, meg egyéb okai is voltak. Nos, de azért folytassuk, hiszen a vállalkozó, tehát a VOSZ, Fejér megyei szervezete fontos, ugye kapcsolatrendszer. Ugye arról beszéltünk, hogy fontos az iparkamara, de én azt nagyon is jól tudom, hogy a civil szervezetekkel is együttműködtök, igen, és akkor még a Fiatal Vállalkozók Szövetsége, akik az nagyon fontos, és persze fontos az önkormányzat. Hogyan lehet ezt egységgé gyúrni a szervezet munkáján belül? Ehhez nagyon sok türelem kell. Más az érdek a kamarának, más az érdek a VOSZ-nak, más az érdek a FIVOSZ-nak. Hál' Istennek én azért lettem pedagógus, mert én imádom a fiatalokat és szeretek tanítani. Minden egyes fiatal külön más-más egyéniség. Nyilvánvaló, ugye ebből kell ezt az összegyűlést, amit mutattál, csinálni. Mi azt fogadtuk meg magunknak, hogy megpróbáljuk a fiatalokat segíteni abba, hogy vállalkozzon, hogy munkához jusson, és hogy értelmes célokat tűzön ki maga elé. Nagyon nehéz megszólítani a fiatalokat, mert visszahúzódóak. Direkt azért, ugye, mert most teljesen más társadalmi viszonyok vannak, és nagyon nehéz kimozdítani abból a légkörből, amiben vannak. Azok a fiatalok, akiknek van egy kis sikerélményük, és miért ne lenne sikerélmény nálunk, mindig az a probléma, aki idézőjelben idősebb szakmunkás, hogy miért bízunk a fiatalokba, mert azoké lesz a jövő. És megpróbálom nekik megbeszélni velük, meg adni neki olyan munkát, amit ő vezényel le, amire azt tudja mondani, na, ezt én csináltam. És ezáltal tudunk nekik adni egy kis lelkierőt azzal, hogy vállalkozzanak. Igaz, hogy ez a lelkierő sokszor el is megy, mert ugye összeszámoltam, hogy durván 21 vállalkozót neveltem ki magam körül, aki gyakorlatilag potenciális ellenfél, na de azokkal meg lehet értetni magunkat, és akkor tudunk együtt dolgozni, akkor is, hogyha ők is elmennek vállalkozni. Ők tudják, hogy hogyan kell az egyes lépcsőfokokat megmászni úgy, hogy jó legyen nekik, jó legyen a környezetüknek és a szakmának. Igen, igen. És ehhez kapcsolódóan van becsületem a szakmának? Általában kérdezem, hiszen nincs. Azért te elnökként látod. Nincs. Az a baj, hogy a munkának sincs már becsülete. Hiába mondom én, hogy mint régen volt, biztos emlékszel rá, hogy azt mondta a néni, a Juliska néni, vagy a Jancsi bácsi, hogy mester úgy csinál meg, hogy magának megcsinálná. Régen ez volt a... Igen. Most nem mondhatom ezt, mert magának is igénytelen. És ez főleg az építőiparban jelentkezik, hogy az építőiparban az egymás munkáját se becsülik meg a szakmunkások. És így nagyon nehéz. Tehát ha rossz az alap, Tehát ha rossz az alap, akkor nyilván a felépítmény, sőt a villanyszerelés is ezerszer nehezebb, és az olyan is lesz. Így van. Ezen, hogy dolgoztak ezen, hiszen nyilvánvaló, hogy a feladat adott ezt megváltoztatni. Amikor nézem a VOSZ programjait a fiatal vállalkozók segítségében, akkor mindig feltűnik, hogy látszólag vannak elegen. A másik oldalról pedig megnézem, egyre több az alapvető hiány szakma. Ezen lehet változtatni? Hát annyit tudok ehhez mondani, hogy amikor én bekerültem 72-ben az Árpádba, akkor 38 szakmába tanítottunk. Sok volt. Most bejárok még mindig az Árpádba, most van 6 szakma. Ilyen, amiben országos szinten elsők voltunk, villanyszerelő, rádős, tévéműszerész, szabók, ugye férfi-női szabók, azok lassan eltűnnek. Tehát egyáltalán a képzés önmagában, látom mekkora nehézségekkel jár, a múlt héten vagy két hete Bártaszéken vizsgáltattam, és mennek ugyanúgy a tanulók után, mint ahogy mennek a munkáltatók a munkavállalók után. Tehát próbálnak összeszervezni, próbálják bemutatni, mit lehet tanulni. Tehát teljesen megfordult ez a világ most gyakorlatilag, mert amikor régen ugye azt választott a gyerek, amihez kedve volt, más dolog az, hogy fővették vagy nem, addig most lasszóval kell fogni a gyerekeket. Márpedig soha nem volt ennyi lehetőségük. Szintén tájékozottam ez ügyben, rengeteg az ösztöndíj. Tehát egy olyan lehetőség, ami
abszolút segít, még a szegény sorsú, tehát a szegényebb rétegeknek is. Igen. Ehhez semmi más nem kell, mint a kétkezi munka. Viszont miként látod, visszafordítható ez a folyamat? Mert ez egy folyamat. Szerintem visszafordítható a folyamat. A folyamat akkor kezdődött, amikor 93-90 éve sorra szüntek meg a tanműhelyek. Ugye Videoton, Alba Volán, Köfém, hát lehetne itt sorolni Székesfehérváron. Ezek a gyakorlati munkahelyek valami oknál fogva visszaállnának. Például én csináltam magamnak egy tanműhelyet, mert amikor elkezdtem a felnőtt képzést, és megkérte a volt iskolán az Árpádot, hogy tanműhelyet szeretnék bérelni, akkor mondták, hogy 4800 forint per óra. És majdnem hanyat vágtam magam, és akkor 3 hónap múlva igaz, hogy 6 millió forint, megcsináltuk saját tanműhelyeinket. Tehát ha sok olyan lelkes vállalkozó lenne, aki akar tenni, már pedig most már váltok is eléggé lelkesednek, hogy most látják, hogy ha ők nem vesznek részt a szakmunkás képzésbe, akkor itt szakmunkás nem lesz. Igen. És ezek a tanmelyek megjelennek, akkor ugyanúgy lehet duális képzés, mint régen volt. Mert hogy számtalanszor elhangzik, hogy Székesfehérvár gazdasági szempontból jó úton jár, jó tehát úton egyre jár. Több az ipari park, ezt azt hiszem, hogy igen. Belülről is nagyon jól tudod. Mi igen. Azt tapasztaljuk, hogy ha autóból jövünk, egyre több az ipari parkban az új és meg annyi új vállalkozás. Ráadásul ugye a kormány is segít, tehát a különböző modern városok programban is alapvetés. Így van. Ezért aztán, és az önkormányzat is együtt van. Apropó, milyen kapcsolata van a Vosz megyei szervezetének az önkormányzatokkal, és itt kiemelten kérdezném Székesfehérvárt? Hát nagyon jó. Én nagyon sokat köszönhetek a dr. Cserpalkics András polgármester úrnak, azzal, hogy 2010-ben megválasztottak, hogy mellénk át, segítette, és ami egy kicsit feldobott, mivel láttam azt a, ugye most 78 tagunk van a Vosznak, szerintem kevés. És látom azt, hogy milyen visszahúzódók az emberek, és megláttam márciusban, valamelyik újságban, nem tudom, hogy az egyik legjobb rendezvényt a Vosz Gála volt tavaly, november 26-án, akkor úgy megnyugodtam és feldobottam, hogy az idén még jobbat szeretnénk csinálni, már voltam polgármester úrnál, hogy készséges támogatásba is, meg hát ő is ott lesz, és akkor igen. De amikor mondtad a 78-at, azért tegyük hozzá, hogy alig 2 esztendővel ezelőtt alig 60 az volt. Tehát igen. Ez azt jelenti, hogy amit csináltok, jól csináljátok. Milyen terveitek vannak? Hiszen ha valaki stagnál, megáll egy bizonyos szinten, az soha nem jó. Az soha nem jó. Érdekes dolog, hogy főpörgettük a Széchenyi kártyát. Most megjelent a mezőgazdaságban is, 50 millió forintig lehet ugye pár százalékos kamatra fővenni hitelt. Ami jó a vállalkozásnak. Ebben a hitel, ez olyan, mint a munkavédelem, egy szükséges, rossz, mert szükséges, mert hogy a vállalkozás kedje, de előbb-utóbb azt vissza is kell adni, ugye. Tehát okosan kell gazdálkodni, amit ha jól tudom, most megemelnek jövőre majd 100 millió forintot, tehát most van lehetőség erre, és érdekes módon még, amikor mondják, hogy 17 ezer forintot be kell fizetni, ez jogszabály írja elő, akkor fő vannak háborodva az emberek. Pedig ilyen lehetőség mostanában nem volt. Megpróbáljuk megszólítani a fiatalokat, most több olyan dolgot szervezünk, ahol személyesen megkeresük őket. Az egyik jó dolog, hogy elment a hír ennek a november 20-án tavalyi Prima Gála, hogy próbáljuk meg visszaszerezni a gálának a tényleg, hogy a jellegét, hogy érdemes legyen vállalkozni, érdemes legyen segíteni ezt a rendezvényt, és akkor megpróbálunk minél többet adni nekik. Jogilag, főleg jogilag, most nagyon oda kell figyelni, ugye minden változik, én ma láttam a Vosz hírekben is, hogy ugye ez a ominózus nyugdíjasokat, hogy visszafogadják, ami nagy butaság volt annak idején eltiltani őket, hogy milyen lehetőségek vannak. Tehát a Vosz is próbál nyilvánvaló országos szinten igen, mindent igen. Megtenni. Annak, tehát fontosak a kicsik, fontosak a nagyok, kicsik, a fiatalok és az idősebbek is. Igen. Pro Civitas Edei a nevében ott szerepel a városért. Amikor megkaptad a értesítést, mi volt az első gondolatod? Az első gondolom az volt, hogy biztos valaki észrevette, hogy mennyi mindent csinálok valahol. Vagy valakik észrevették. Szeretném megköszönni annak, aki észrevett, vagy azoknak, akik észrevették, meg szeretném megköszönni, hogy megszavazták ezt a díjat.
Ez, amikor én ezt megkaptam az értesítést, tényleg úgy volt, mint amikor én kérem fel a jelölteket a Prima díjra, hogy 5 percig nem tudnak megszólalni, és nem akarják, hogy jelöljük őket, mert hát ez olyan érzés volt nekem is. Én egyhez tudnám kötni ezt, hogy én 93-ban kiköltöztem Bergen-Pusztára. És abban az időben ugye voltunk 242-en kint lakók. És egyszer csak meg elkezdték osztogatni a telkeket, és akkor jöttek a Fejévárra. Most körülbelül 6-700 környéken vagyunk. És gyönyörű lett a település. Gyönyörű, így van. És akkor elkezdtünk, lett egy egyesület, elkezdtünk kemencét csinálni, elkezdtünk egy műfüves pályát csinálni. Nyilvánvaló, hogy ehhez sok-sok pénz kellett. Köszönöm be a városnak, ő is hozzájárult, nyilvánvaló. Mi is hozzájárultunk elég sokkal, most ez nem is érdekes. Aztán csináltunk egy jó bekötőutat, ahol sugárút van, ugye, és egy ledvilágítás van, ami ráadásul még be is lehet menni rajta, és akkor nagyon szépen lehet látni. Most megjön jön a másik, hogy felújítjuk a kápolnát, ugye, ami valamikor a Cirákiakék volt gyakorlatilag. Ráadásul együtt adtuk át, ha jól emlékszem, az új halastavat, ja, az a új tórendszer, van, ami új megint csak a szabadidő. Igennek az egyik kiváló eltöltésére alkalmas. Igen. Hát azt hiszem, hogy így kerek a világ. Én azt mondom, hogy először is köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Minden székesfehérvári nevében gratulálok még egyszer, és bizonyos vagyok benne, hogy jó helyre került ez a díj. És örülök neki, hogy folytatása lesz már, mint munka, mert hogy dolgotok lesz bőven, ebben bizonyos vagyok. Hát csak elmondom, hogy ilyen még nem volt a Lászlóvi Kft. Családi vállalkozás, illetve hogy 2019. február 20-ig le vagyunk kötve. Ilyen még nem volt 34 év alatt. Köszönöm szépen, jó munkát és egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket hallották, láthatták. Vendégem László István volt, Székesfehérvár város Pro Civitate díjas. A Lászlóvi Kft. Ügyvezető igazgatóként remek szakembere. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.